Üdv mindenkinek, hát ez az E3 is véget ért. Túl vagyok három kemény napon, három sajtókonferencián. Ahova tudtam, megpróbáltam bejutni és a lehető legtöbb információt összeszedni nektek és elmondani azokat a dolgokat, amiket itt tapasztaltam az E3-on. Most a show-t azt az egyik legnagyobb meglepetéssel szeretném zárni, egy olyan játékkal, aminek a minőségi ugrására, aminek a meglepetés erejére egyszerűen szerintem senki nem számított, ez pedig a Resident Evil 2 remastered. Ebben a generációban kaptunk már jó remasteredeket, hiszen itt volt legutoljára a Last Guardian, ami szinte egy új játék volt, vagy itt volt a Halo 2 remastered, ami egy teljes grafikus motor cserét kapott, és az átvezetőkön keresztül minden megváltozott benne. És itt van most a Resident Evil 2, ami ugye egy ilyen félig meddig fölülnézetes, ez a klasszikus, majdhogy nem izometrikusan egy helyben forgó karaktert irányító, tényleg egy ilyen old school Capcom játék volt, fantasztikus puzzle-ökkel, aminek a remastered verziója egy teljesen új játék lett így. Az, a 15-20 perces demo alapján azt gondolom, hogy megszületett minden idők legjobb Resident Evil-je, ami akkor is rengeteg örömet fog okozni, hogyha rongyosra játszottad az alapjátékot, ugyanis TPS-sé vált ugye ez a játék, ugyanúgy, mint a Rezi 4. Annyi a különbség, hogy most már mozgás közben is tudunk lőni. A motor valami fantasztikus, elképesztően szinematikus a történetmesélés, rettentő jól ki van dolgozva minden. Nagyon jól működik benne a nosztalgia, hiszen ugyanabban a múzeumteremben kezdünk, mint az alapjátékban, de immár tényleg teljesen bejárható és tényleg teljesen felfedezhető. Tényleg olyan, mint hogy a régi játékba belecsöppennénk és azt játszanánk végig, de nélkülözi azokat a ma már gagyinak tűnő megoldásokat, amikor mondjuk az az őr, akit megtalálunk és akit elvesszük a noteszát, az effektíve háromfázisú animációban a földön tekerek. Ez most már teljesen másképp van prezentálva, dübörög egy ajtó, amit így föl kell húznunk, mögötte van a társunk, akit meg kéne mentenünk, elkezdjük kihúzni ezen a fölhajtott ajtón. Természetesen hátulról elkapják, és a végén már csak egy fél tetemet húzunk ki. Baromi jól kidolgozott modellek, iszonyatos jó animációk, fantasztikus, horrorisztikus hangulat, nagyszerű inventory rendszer, egy teljesen megújult motor, egy teljesen megújult játék, egy teljesen új játék lesz a Resident Evil 2, ami szerintem nem csak méltó emléket állít a fantasztikus második résznek, hanem egy új játék képében a jövő év egyik legjobb játékaként fog harcba szállni a játékosok kegyeiért. Amit mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy talán a leghangulatosabb sajtószoba volt a Resident Evil 2-jé, ugyanis azokhoz a gépekhez, amin ki lehetett próbálni a játékot, csak úgy lehetett eljutni, hogy a bejáratnál kaptunk egy zseblámpát, és egy sötét alagút rendszeren keresztül kellett eljutnunk ahhoz a géphez, amin játszhattunk, és a zseblámpával világítva, csak úgy, mint a játékban, minden sarokba benézve vártuk, hogy mikor ugranak ránk a zombik, amik egyébként meg is történtek, ugyanis ilyen kimaszkírozott emberek hozták ránk a frászt 15-20 másodpercenként. Tehát ahogy ez a sajtótájékoztató, illetve ez a bemutató kezdődött, az a fantasztikus élmény és atmoszféra tovább folytatódott a gépek előtt. A Rezi 2 jön, a Rezi 2 fantasztikus lesz, nem csak a sorozat rajongóinak. Idén elköszönnék az E3-tól, remélem találkozunk jövőre is, remélem tetszettek a videóink. Ha esetleg néha nem voltam annyi eléggé összeszedett, az tudjátok be a fáradtságnak. Találkozunk szerintem az IGN stúdiójában, ahol valószínűleg Gáspárral vagy Dénessel átbeszéljük az itt történteket, beszélünk a show legnagyobb meglepetéseiről, a show legnagyobb csalódásairól, és mindarról, amit én itt megéltem, és mindarról, ami valószínűleg innét belülről nézve teljesen másképp jött át, mint otthonról nektek a monitorok előtt. Találkozunk jövőre, sziasztok!